Ez egy ilyen barátságos közösség, hogy Feri is mondta. As Feri also said, this is like a friendly fellowship. Nem csak elképzelésben, hanem nem csak így elképzelés szintjén, hanem így közel is vagyunk egymáshoz. But we are really close to each other. Nem tudom, ezt kicsinálta, de nagyon hálás voltam. Mit találtam a székemen. For what I found. Bátorító volt nagyon. It was very encouraging. Okay, nézzük csak. Egy Mózes Genesis 25. 25. Pászorati, elkérhetem azt a Bibliát tőled. Ezt ígérem, nem dobálom. Lehet, hogy gyöngyit esetleg ütöm vele, de amúgy nem valószínű. Nekem nagyobb. Jó. Okay. 1 Mózes 25. So Genesis 25. Itt Ésaut látjuk. And here we can see Esau. És igazából nem sokat mond arról, hogy ki volt, de eleget igazán. It doesn't say much about who he was, but actually we can see enough or hear enough. És azt mondja itt a 27. vers, verse 27, hogy Ézsau vadászathoz értő mezei ember lett. And Esau was a skillful hunter, a man of the field. Hogy ügyes volt a vadászatban. He was good at hunting. Jákob pedig szelíd sátorlakó, vagy egyszerű, vagy olyan hétköznapi. But Jacob was a mild man dwelling in tents, like he was just an ordinary guy. Mennyei Atyánk, kérünk téged. Heavenly Father, we ask you. Hogy add meg ezt a pár gondolatot. To bless these. Szolgálj a szívünk felé. Minister to our hearts. Adj nekünk, Urunk, kérünk téged. Lord, we ask you to give to us. Trónodról. From your throne. Frissességet. Freshness. Örömöt. Joy. Életet. Life. Vezetést. Leading. Reményt. Hope. Bátorítást. Encouragement. Ahogy a szükségünk diktálja. Need be. Istenünk, kérünk téged. God, we ask you. Szolgálj felénk te. Please, you be the one who ministers to us. És kérünk téged. We ask you, segíts nekünk ebben, to help us with this, hogy mi is képesek legyünk a figyelmünket neked adni erre az időre. That we would also be able to concentrate on hogy you se fáradtság, se zavaró tényezők neither tiredness nor any distractions ne raboljanak meg minket. Would rob us. Istenünk, kérünk oh God, téged, we ask you, ahogy együtt imádtunk, as we were worshiping you together, úgy szeretnénk folytatni is. In the same way we would like to continue. Te rád figyelve. Paying attention to you. Imában az igében. You, in prayer in Jézus the word. Nevében. In Jesus name. Amen. Amen. Ahogy nézzük a Ésau a kemény kötésű, jó képességű fickó. So Esau was the tough guy who had good abilities. Aki bárhol, tudod, bárhol megélne. Who could live anywhere. Kidobod egy repülőből a Sahara fölött, és just drop him from a plane over the Sahara desert. És aztán egy pár hónap múlva. And after a few months. Tudod, kijut onnan, addig skorpiókat eszik, meg hangyákat, meg ilyenek. He gets out of there, and tudod, until that point he eats scorpions kemény. And ants, and he's a tough guy. Okay, ki tartozik itt ebbe a kategóriába? Who belongs to that category here? Igen, szerintem a Feri egyértelműen, meg a Krisztián. Én is azt gondolom, hogy ők ketten, igen. Igen. És akkor ott van Jákob. And then there's Jacob. Jákob, aki élvezi a sátrának a kényelmét. Who enjoys the comforts of his tent. Tudod, esténként ott találod őt. In the evenings you find him. Ott nyomogatja a távkapcsolót, nézi a nagyképernyős tévét, tudod. Massaging the remote control and watching. Okay, hányan tartoznak ebbe a kategóriába? Ebbe többen szerintem. I think more of us. Okay. Abban az időben ilyen 12-14 évesen, igazán már felnőtt kornak számított. At that time, if kids were like 12, 13,
15, 16, de Jákob igazán még mindig anyuci kedvence volt. They were considered to be adults, but Jacob was still his mom's favorite. És hogyha megnézzük ezt a két embert, and if we look at these two men, melyikük életéről szeretnék dokumentumfilmet nézni, akkor biztos Ézsaut választanám, tudod. If I were to izgalmasabb choose, lenne. Like, which of their lives would I like to see in a documentary, probably I would choose Esau, because it would be more exciting. Based on those things amit eddig elmondtunk róla. We have just said about him. Ő lenne az érdekesebb, he would ő be lenne the more interesting one. He would tőle biztos többet tanulhatnék. The one that I could learn more from. De ma annyira másként látjuk őket. Ahogy eredetileg kinézni látszott a dolog. The outcome was not as it seemed in the beginning. Hogy Jákob Izraelnek az egyik ősatja. Jacob is one of the ancestors of Israel. Ésau meg főként úgy emlékszünk rá, hogy ő volt Jákobnak az ellensége, illetve ő az atya egy nemzetnek, amely gyűlölte Izraelt. And we remember Esau as being an enemy of Jacob and also being the father of a nation which hated Israel. Okay, szóval innen indulunk. So this is our starting point. Ahogy Esau egy jó képességű fickó volt. That Esau was a skillful guy. El tudom intézni a problémáimat. I can deal with my tudok problems. Gondoskodni magamról. I can provide for myself. Meg tudom szerezni, ami kell nekem. I can get what I need. Valamilyen módon. In some way. És lehet, szóval vannak emberek, akik így vannak vele. There are people who are like this. Megleszek Istennel vagy Isten nélkül, megleszek így is, I'm úgy is, köszönöm. Survive with God or without. I'm okay. Gonna be okay. És aztán itt ez a történet, 29. And vers. Here comes this story, verse 29. Ésau fáradtan jött meg a mezőről. Esau came in from the field and he was weary. És Jákob valami főzeléket főzött éppen. Now Jacob cooked a stew. Okay, és Ésau megjön. So Esau és comes ő fáradt, home and he's tired. És Jákob éppen lencsét vagy babot vagy valami ilyesmit főz. And Jacob is cooking some lentils or beans or something like that. És tudod, ott akkor jött meg a vadászatról. He just returned fáradtan, from hunting, he was weary, éhesen, hungry, és érzi az étel illatát. And he can smell the food. És figyelj, amikor ez egy fontos dolog. And it's something important. Mikor so fáradt listen, vagy, when you're tired, vigyázz a szívedre. Vigyázz a szíveddel. Good care of your heart. Vagy ha egy kicsit kiszélesítjük a dolgot. Or if we widen this a bit more. Hogy ne gondold. Don't think. Hogy mindig minden helyzetben. That always in every situation. Ugyanúgy el tudsz bánni nehéz dolgokkal. You can deal with hard things the okay. same way. Ne képzeld azt. Don't imagine. Hogy mindig ugyanannyira bölcs tudsz lenni. That you can always hogy be. Mindig ugyanannyira türelmes tudsz lenni. Wise or patient. Ne képzeld. Don't think. Értsd meg azt, understand, hogy vannak időszakok, amikor irritált vagy. There are times when you're irritable. Amikor nincsen kapacitásod. When you have no capacity. Amikor le vagy nyomva. When you are érzelmileg. Down emotionally, okay. You're oppressed. Okay. Nem ilyenkor kell egy nehéz ügyben kompromisszumot keresned a házastársaddal, oké? Okay? So these are not the times when you have to look for some compromise with your spouse. Legyen elég hard eszed, hogy ezt situation. Tud. Just be wise enough to know that. Ismerd ezt fel, just hogy recognize this. Hogy ez nem az az idő. That that's not the time. Amikor egy kockázatos üzleti tárgyalást érdemes lefolytatnod. For a risky business. Negotiation. És még talán annak sincs itt az ideje, hogy igazán nagyon sok rossz hírt halljál. And maybe it's not even a time for you to hear a lot of bad news. Igen, mert lehet, hogy nincs rá kapacitásod. Because you might not have capacity. És hogyha mellesleg, ha házas vagy, and by the way, if you're married, akkor figyelj oda arra, hogy mikor mondasz dolgokat. Then pay attention to when you say things. Ne vagdos hozzá a házastársadhoz véletlenszerű időkben mindenféle dolgokat. Don't be throwing things at your spouse. Azt várva, hogy majd jól fog bánni vele úgy is. Expecting that they can handle it well. Mert lehet, hogy éppen nem. Because maybe they won't be able lehet, to. Hogy nincs, lehet, hogy most nincs kapacitása rá. Maybe they don't have capacity de for ha it holnap now. Délután beszélnél vele, akkor lehet, hogy értelmes lenne a beszélgetés 10 másodpercnél tovább is. But if you were to talk to them tomorrow afternoon,
the conversation might be reasonable and worth having after 10 seconds too. És na de akárhogy is itt tudod, hogy figyelj magadra, amikor fáradt vagy. So take care of yourself when you're tired. Ne gondold. Don't think. Hogy mindent le tudsz kezelni olyankor is. You can handle anything at vagy, times like that too. Amikor ki vagyok akadva. Amikor én igazán dühös vagyok. Really mad and furious. Akkor általában igyekszem elhúzódni valahova. Then I try to withdraw somewhere. Igyekszem nem kapcsolódni senkihez. I try not to connect to anyone. Mert tudom, because I know, hogy könnyedén megbánthatom. That I can easily hurt, anélkül, hogy észrevenném, mit csinálok akár. És elveszíthetek valami drágát. And I can lose something precious. Okay, erre legyen tőled, ez valami, amit tanulunk, legyen bölcsességünk erre. This is something we are learning, so have wisdom for that. De ha itt a fáradtságról beszélünk, but once we're talking about tiredness, akkor lapozzunk Galácia 6-hoz. Then let's turn to Galatians 6. Van ott egy kihívó gondolat nekünk hívőknek. And we find a challenging thought there. For us believers. És itt azt írja, and here it says, a 9. vers, in verse 9, a jó tevésben pedig meg ne restüljünk. Don't be weary in well doing. Ne restüljünk meg a jó tevésben. Let us not be weary in well doing. Mert a maga idejében aratunk majd, ha el nem lankadunk. Because in due time we are going to reap if we faint not. Ja, a jó tevésben meg ne restüljünk. So, Ézsau, Esau, lehet, hogy nem csak fáradt volt. Lehet, hogy ezen a ponton elege volt ebből a, nem tudom, az elsőszülöttségi jogból is. Nem tudom. Az biztos, hogy nem látta az értékét. Lehet, hogy belefáradt a dologba. Lehet, hogy belefáradt a hitbe. Lehet, hogy a szívében azt mondta, ezek az úgynevezett ígéretek, hol vannak ezek? Nem látom. Nem látom, hogy történne valami. That anything is happening. És tudod, és hogyan ne fáradjunk meg? And how not to be weary. Ha akarsz olvasni erről az egészről, if you want to read about this, eleve bátorítalak, hogy olvasd el Zsidók 11-et, az egész fejezetet, elmélkedj rajta. I encourage you to read Hebrews 11, the whole chapter, and meditate on it. Utána elmondja nekünk. But then it tells us, azt mondja, it says, a harmadik, Zsidók 12:3. Hebrews 12:3. Azt mondja, hogy gondoljatok ő rá, aki ilyen ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, Jézusra. Looking at Jesus, I mean considering Jesus who took such an attack against him. És aztán azt mondja, azért, miért tekintsünk ő rá, miért gondoljunk ő rá, miért forgassuk őt a szívünkben. Azt mondja, azért, hogy a lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. It says, lest you become weary and discouraged in your souls. Megfáradva, elviselve. So lest you become weary. És aztán el ne csüggedjetek. And then discouraged. És a görög szó itt a csüggedjetekre. And, Greek word for discouraged. Azt jelenti, amikor így az erőd így elernyed, amikor your strength becomes amikor egy slack, rossz értelemben lelazul, mint a bicikli lánc, mikor leugrik, like the és már nem feszes, és már nincs semmi haszna, when it gets csak ott lóg. Okay. Its place on your bike, mondja, and then it's no use for anything. Hogy azt mondja nézzetek Jézusra, forgassátok őt, azt elmélkedjetek ő rajta. Look unto Jesus, consider him, and különben a lelkemben on him. Otherwise, megfáradok, in my soul I will get weary, és olyan leszek tőle, and I will be like mint a rigalánc, haszontalan, tudod, csak lógok, like és tudod, és semmi hasznom nem lesz, tudod, csak lógok, és nem érek semmit. Nem vagyok képes semmire. I'm not able to do anything. Ja, nem tudom, I don't hogy know, így volt-e Ésauval. If it was the same way with Esau, de az biztos, but what's for hogy nem sure értékelte semmire az első szülöttségi jogát. He didn't value his birthright at all. És nézzük ezt itt 1 Mózes 25-ben. Let's see. This in Genesis 25. 30. vers. Verse 30. Így szólt Jákobhoz, hadd egyem abból a vörös ételből, mert fáradt vagyok.
And Esau said to Jacob, please feed me with that same red stew, for I am weary. Éhes, okay. So he's hungry. Okay, ezt mind értjük. We understand it. Legalábbis a férfiak tudják. At least all the men do. A férfiak azért, mert szeretnek enni. Men understand it because they like to eat. Nők meg azért, mert szegények sokszor diétáznak. And women because mind értjük for them az éhséget. Many times they are on diet, okay. So we all understand értjük, hogy mi történik. We understand what's going on. Értjük, hogy miért mondja ezt. We understand why he says that. De tudod, that. Hogy vannak dolgok az életedben, amikről soha nem laksz jól, nem? But you know there are things in your life that will never make you well fed. És soha nem lesz úgy, hogy ne akarnál még többet belőle. You will never feel that you don't tudod, miről beszélek? Need any more of those. Szerintem things. Tudod, miről beszélek. I think you understand what lehet, I'm talking about. Lehet, hogy neked ez a siker. Maybe for you it's success. Lehet, hogy neked ez valakinek a vállomveregetése. Betting on the shoulder. Lehet, hogy ez neked az adrenalin. Maybe for you tudod, it's adrenaline. Soha nem elég belőle. You have never enough of it. Lehet, hogy a pénz. Or nem money, tudom. I don't know. Nem tudom. Remélem, hogy nem alkohol, vagy drog, vagy valami ilyesmi. Or drugs or de things like de that. Ismerd fel. But just recognize. Vannak dolgok, amikből soha nem lesz elég. That there are things that we will have. We will never have enough. És azokat a dolgokat nem éri meg űzni. And it's not worth azok a dolgok után nem éri meg nyomulni. It's not worth mert going after hiába szerzel még. Because it's in vain mégis lesz egy üresség. More and more and more. You hogy will still be empty. Valami másra van szükségünk, amen. Because we need something és else, hogy Ézsau ezt nem látta. And Esau nem tudom, couldn't see that. Hogy a fáradtsága volt az oka, vagy mi történt. Or what had de, taken place. De azt tudom, but I know hogy hülyeséget csinált. That he did something stupid. És tudom, hogy ilyen vagyok. And I know that this is hogy how van ez I am. A dolog, amire vágyom. And there is this thing that I desire. Törődj velem. Just care for me. És aztán törődsz velem. And then you care for me. És aztán úgy vagyok-e, hogy and then, köszönöm elég, most már jó, hagyd abba. Is it like, thank you, it's enough, you can just stop it. Nem. No. Még. Just some more and okay. More. Okay, és mit jelent ez? And what does that mean? Hogy csak tovább kell mennem abba az irányba, soha nem lesz elég. I just have to keep going in that direction and it will never be enough. De mennyire más az, and how different amikor it is. Amikor találkozom az Úrral valahogy. When somehow I meet the lehet, Lord. Hogy az igében, maybe lehet, in hogy the imában, word or in lehet, prayer, hogy a testvéreimmel közösségben. Or in fellowshipping with my brethren. És meg vagyok elégedve. And I'm satisfied a szívemben. In my heart. És úgy vagyok, hogy jó, de jó. De jó. Like, oh, it's so és, good. És van egyfajta meg és igen, persze. And of course. Újra vágyom rá. I desire it de again. Van egy megelégedettség is vele. But I also have this satisfaction. Ami avval nincs. Which I don't have with those things. Ahol tudod, mert ha arra megyek, az csak még nagyobb éhséget hoz létre. Because if I okay. Go down that road, it just creates even greater hunger. 31. vers. Verse 31. Jákob ezt felelte. But Jacob said. Add el érte nekem most azonnal az első szülöttségedet. Sell me your birthright as of this day. Okay. Okay, amit tudod, amikor így ott van ez a most, tudod, írjál now, most, rendeld right meg most, now, fizess most, now, van egy jó now. Tanácsom, I've got a piece of aludj rá egyet, okay? Sleep one more night for you. Jákob a kiváló Jacob, értékesítő. perfect salesperson. Kiváló a fickó, tényleg he's nagyszerű really good benne. At it. És really. Most azonnal, kattintson right most. Now, igen. Click now. És ahú kattintott, tudjuk. And de so clicked, we know. És még a hitelkártya számát is megadta. And he de, even gave his credit card number. De. Miről szól ez? Add el nekem az első szülöttségi jogodat. Okay, ez a legidősebb fiúnak a azt jelentette, hogy neki különleges kiváltságai voltak a családban. That meant that the oldest son had special privileges in the family. Hogy Lukácsban azt mondja a tékozló fiú történetében. In Luke, in the story of the prodigal son. Lukács 15:31-ben azt mondja. In Luke 15:31 it hogy, says. Hogy fiam, my son, a tiéd mindenem.
You have everything I have. Okay, ezt mondja az idősebb fiának. This is what he tells his older son. A tiéd mindenem. You have everything that I have. Okay, ez egy fontos dolog. And this is something important. De Ézsau jó, erős volt magában. Was strong in himself. Éhes és fáradt volt. He was hungry and tired. És nem ismerte fel, hogy mit veszít el. And he didn't recognize what he was about to lose. Kicsit később ezt úgy foglalja össze a történet. A little bit later this story sums it up this way. 34. vers végén. At the end of verse 34. Így vetette meg Ézsau az elsőszülöttséget. Thus Esau despised his birthright. Ez az összefoglalása az egész That's történetnek. The summary of the whole story. Így köpte le Ézsau az elsőszülöttségét. This is how Esau spit upon his birthright. Így fogta Ézsau az elsőszülöttségét, és így eldobta magától, semmiért cserébe gyakorlatilag, nothing, és megvetette azt. And he despised it. Okay, nem látta, hogy mit csinál. He couldn't see what he was Miért? Doing. Why? Miért nem látta, hogy mit csinál? Why wasn't he able to see what he was doing? Okay, mi lenne, ha megkérdeznél valakit, hogy szerinted miért nem látta, hogy mit csinál? Mi hiányzott like, neki? Mi volt az, amiért nem látta? Was missing with him and why couldn't he see it? Okay, nem tudom, mire jutottatok. I don't know what you agreed on. De mi teljes egyetértésben voltunk. But we were in complete mi volt az, ami hiányzott Ézsaúnak? So what was it that Esau missed? És a válasz az, hogy nem volt képes hitben nézni a dolgokat. And the answer is that he wasn't able to look at things in faith. Nem volt képes túlnézni a pillanaton. He wasn't able to look beyond that moment. És nem volt képes nézni az örökkévalóra. And he wasn't able to look at the eternal. Hanem csak azt látta, ami éppen előtte volt. He could only see what was right before his látta, eyes. Látta az éhségét. He saw his hunger. Látta az ételt. He saw the food. Látta a fáradtságát. He saw his tiredness. És azt kérdezte magától. And he asked himself. Isten hány ígérete vált eddig valóra hosszú 15 évem alatt? How many of God's promises had come true in my long 15 years of life? És lehet, hogy az volt a válasz, hogy egy sem. And his answer might have been like, mit ér ez nekem? So what is it worth for me? Mit ér ez nekem? What is it worth Itt az első szülöttségi jogom. I mean, here's my birthright. Mit ér ez nekem? But what is it good to me? És nem is érdekelte a and dolog. And he wasn't interested. Okay. Ez az, amiről beszélünk. This is what we're talking about. Isten God arra hívott minket, called us, hogy az életünket hittel nézzük. To look at our lives through faith. Hogy az életünket hittel éljük. That we would live our life, hogy az életünket hittel értelmezzük. And to interpret our lives tényleg bátorítalak, hogy olvasd el a Zsidók 11-et. I really encourage you to read Hebrews 11. 2 Korintus 5:7 azt mondja nekünk, 2 Corinthians 5:7 tells us, hogy mert nem látás által, hanem hit által élünk. That we don't live by sight but by faith. És aztán a Zsidók 11 az bemutatja, and hogy egy életben ez miket hoz. Hebrews 11 portrays what it might bring about in our segít life. Segít nekünk látni ezt. It helps us to see that. És aztán ugye azt olvastuk Zsidók 12:3-ban. And then in Hebrews 12:13 hogy gondoljatok őrá,
hogy elmélkedjetek őróla, meditate on him. Hogy legyen Jézus a szemeitek előtt. Let Jesus be in your, azt mondja, hogy nehogy a lelkeitekben megfáradva, lest you become weary in your souls, szétcsúszhatok. And you okay. become discouraged. Figyelj, nézem azt, ami körülöttem van. So I look at those things that nézem are a dolgokat, a jó dolgokat, a rossz dolgokat, things, a félelmeket, fears, a boldogságot, a tudod, mindenféle dolgokat. All kinds of things. És a lelkem megfárad. And my soul becomes szükségem weary. Van arra, hogy Jézusra nézzek. To look unto nem Jesus. Teszem, if I don't do that, akkor garantáltan megfárad a lelkem. Then it's guaranteed és, that my és kétségtelenül soul meg fog történni. It's no question, és szét, no doubt szét fogok csúszni a szellemi értelemben. In a spiritual sense, I és will aztán just fall apart. Valószínűleg egyébként is. And de, most probably even in other sense. De Esau megvetette az elsőszülöttségi jogát. But Esau despised his birthright. A elsőszülöttségi jog. Birthright. Okay. Neked, for you, nekem, for me, mindannyiunknak, for all of us, gondolj bele ebbe, just think of this, hogy egy Mózes 9-ben in Genesis 9, ott van az a vers, there is this verse, hogy mert Isten a maga képére teremtette az embert. For God created man in his own image. Egy Mózes 9:6, hogy Genesis Isten a maga 9, képére 6, teremtett téged. And God created you in his own image. Neked van egy jogod születésedtől kezdve. So you have a right from your birth. Hogy valami csodálatosban élj. To live in something amazing. Nem azt jelenti, hogy tudom is én, hogy kőgazdag legyél, és minden tökéletesen right. sikerüljön, és ne legyen semmi bajod soha Filthy az életben. Rich and everything would go well, and you would never have trouble in your life. Hanem ennél valami sokkal többről beszélünk. But we speak about something more. Valami sokkal nagyobbról. Something much more, much greater. Arról beszélünk. We say. Nem arról, hogy Superman legyél vagy. We don't Superwoman, say that you should be ilyesmi. Superman or Superwoman. Hanem arról, hogy Isten embere legyél. You would be the man of God. Hogy olyas valaki lehess. You could be someone aki Istennel él. Who lives with God. Ebben a világban Istennel world, lélegzik ebben a világban, breathes, Istennel gondolkodik, Istennel with God, beszél ebben thinks a világban. With God, talks with God in this world. Arra, tudod, Isten gyermeke. Child of God. Erre lettünk teremtve mindnyájan. This is what we were all created for. És ez nem is kérdés. And it's no question. De választhatsz úgy, hogy legyél, nem tudom, semmi több, mint egy fotómodell, oké? Okay? But you can choose to be nothing more than a model. Vagy nem tudom, vagy választhatod, hogy drogdíler leszel, vagy to become a drug dealer. Vagy választhatod azt, hogy nem leszel több, mint egy háziasszony. Or you okay? can choose not vagy, to be more than a housewife. Vagy választhatsz úgy, hogy nem leszel több, mint egy, nem tudom, egy or you can choose not hogy hívják to be a csábot, more aki a kávét adja? Then a barista. Barista, oké. Okay. Magyarul is úgy mondja? In Hungarian. Oké, okay. Yeah. Jó, az akkor. Tehát választhatsz úgy, hogy nem leszel semmi so több ennél. You can decide not okay. to be more than de figyelj, that. But listen, hogyha nem veted meg az elsőszülöttségi jogot, if you don't despise your birthright, ha nem veted meg az elsőszülöttségi if jogot, you don't despise your birthright, akkor valami több leszel. Then you will become something more. Filippi 2-ben. In Philippians 2. Annyira különleges ez a vers. This verse is so special. Hogy fethetetlenek és tiszták legyetek Isten szeplőtlen gyermekei. Which verse? 15, bocsánat, Filippi 2:15. Hogy fethetetlenek és tiszták legyetek Isten szeplőtlen gyermekei. That you may become blameless and harmless children of God without fault. Akik ragyogtok, mint a csillagok a világban. In the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world. Akik ragyogtok, mint you shine akik ragyogtok, mint csillagok a világban. As lights in the world. Okay, ez az, amiről szól. This is what it's all about. Ha nem veted meg if you don't despise ezt a gyönyörű jogot, this amazing right, akkor lehetsz férj és be a husband and és Istennek a tiszta és szeplőtlen gyermeke. Pure and blameless child of God. Lehetsz nem tudom, taxisofőr, you vagy can be a taxi driver, vagy kasszás, or vagy cashier, vagy biztosítási
or an insurance agent. Értékesítő, tudod, de közben. But all the while. Közben, e fölött. Above and beyond that. Ragyoghatsz, mint csillag ebben a világban. You can shine as light in this world. Ez az, amiről beszélünk. And this is what we are talking about. Persze, rabló nem lehetsz, hogy közben úgy tegyél, hogy nem kutya vetjéled el az első szülöttségi jogod. If you don't want to lose your first, I mean your birthright. De figyelj. But listen. Könnyen otthagyhatom az első szülöttségi jogom azáltal, hogy magamat teszem az első helyre. I can easily leave my birthright by putting myself first. Pedig ez gyönyörű. Even though this is beautiful. Amikor újjászülettél, akkor kaptál gyönyörű jogokat. Beautiful rights. A papság. Priesthood. 1 Péter 2:9. 1 Peter 2:9. Hogy jogod van menni Istenhez. That you have the right to go to God in prayer. Az, hogy nagykövet vagy. That you are an ambassador. Hogy beszélhetsz Krisztus nevében. You can speak in the name of Christ. És tekintélyed van beszélni a Krisztus nevében. And you have authority to speak in His name. 2 Korintus 5:19. 2 Corinthians 5:19. Hogy tekintélyed van. You have the authority. Tudod, miről beszélek, to do amikor do you know amikor beszélsz about? Jézusról valakinek. When you speak about Jesus és tudod, to somebody and you know, hogy nem a te tekintélyeddel beszélsz, hanem Istennek a tekintélyével, a mennynek a tekintélyével. Hányan éltétek már ezt? How many of you have experienced that tudod, before? Tudod, hogy Isten when you know that it's God speaking to that person. És ez része az első szülöttség. Part of our birthright. És a menny állampolgára vagy. And you're a heavenly citizen. Filippi 3:20-ban. Philippians 3:20. Ami azt jelenti, which means van egy másik nyelvünk. That we have another language. Ahol Efézus 4:29. In Ephesians 4:29. Nem romlott beszéddel beszélünk, hanem áldunk. We don't have corrupt communication, but we bless, we edify, we minister with our words. Nyelvünk. And this is our special language. Okay, még folytathatnánk and a listát, de értitek, miről beszélek. But you understand what I'm talking hogy, about. Hogy van egy jogunk, so egy első szülöttségi jogunk. A birthright. És figyelj, and listen, olyan könnyen, fáradt vagyok, nincs kapacitásom, ki vagyok akadva, elegem van mindenkiből, nem tudom, tudod. I have enough of everyone, és azt mondhatom, and I can say, mindenre, sok gyönyörű dologra. To all these beautiful things. Ah, tudod, mi ez nekem? What is it to me? Mi ez nekem? What is it to me? Abban a pillanatban. And at the moment. Annyira helyesnek at tűnik. At that moment, it seems. Annyira to be úgy so tűnik, hogy ez right. Annyira logikus. It seems to be so logical. Annyira nyilvánvaló. So obvious. Hogyha választanom kell. That if I have to choose. Ez. This, és egy meleg szendvics között. And a hot sandwich. Nem is kérdés. And it's not even a question. Ez elkerülhetetlen a dolog. It's inevitable. Értem, tényleg. I mean, really. És Ézsau ezt mondja magának. And this is what Esau most tells komolyan. Himself. I mean, come milyen, on. Egyáltalán kell itt dönteni? Is there even any decision I have to make? Tudod, van bár, ebben nincs is, nem is kell döntést hoznom igazán. I don't even have to make any. És odaadja. And he gives it. És mi azt mondanánk neki. And we would tell him. Hey, figyelj, ne. Listen, don't do that. Don't do that. Hanem szállj némi időt rá. Just take some time. És mondd azt a szívedben. And say it in your heart. Uram, te hogyan? Hallj Istentől. Like, Lord, legyen how imád. You do it? Like, hear from God. Legyen, prayer. Legyen ott a Biblia a szívedben, have és ahogy tudod. Heart, ne legyél ostoba. Don't be stupid. Gondolkodj hitben. Think in faith. De ez az, amit el kell döntenem. But this is what I have to decide. Amikor azok a zsidó srácok megérkeztek Babilonba, when those Hebrew boys arrived at Babylon, akkor azt mondták nekik, then they were told, nincs más választás. There is no other choice. Itt a királynak az étele. Here's the king's food. Ezt kell lennetek. This is what you've got to eat. És ők azt mondták, hogy nem. But they said no. Nem eszünk Nabukodonozor a király asztaláról. We are not going to eat of the king's table. Ez nem a mi ételünk. This is not our food. Ez nekünk van egy első szülöttségi jogunk. We have a birthright. Nekünk megvan a jogunk. We have the Istentől. Right from God. Igen. Foglyok yes, vagyunk. We are captives. Igen, a szolgáitok, vagy yes, rabszolgáitok we are, vagyunk. We are slaves. Igen, ti rendelkeztek yes, az életünk felett. You make the decisions de azt én döntöm about el, hogy mi jön be a szívembe. But it's my decision hogy melyik to asztalról leszem. Things to come into my life és, or to decide which table I eat of. And they decided hogy nem.
No. Ők úgy fognak enni, ahogy Isten mondta nekik. They are going to eat the way God told them. Ez egy kép nekünk. And that's a picture, an illustration for us. 1 Korintus 10-ben. In 1 Corinthians 10. A 21. vers vége. At the end of verse 21. Nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának is részesei. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. I mean, you cannot partake of the Lord's table and of the table of okay, demons. Okay, a lelkem azt mondja. So my soul says, nekem enni, éhes vagyok. Adj nekem enni, feed me, éhes I'm vagyok. Hungry. Feed me, okay. I'm hungry. Okay, való, ez valós, okay. That's real. Ezzel bánni kell, ezzel foglalkozni kell. We have to deal with that. We have to be occupied with honnan, that. De honnan veszem but where az örömömet? Do I take my honnan joy veszem from? A gondolataimat? Where do I take my honnan thoughts veszem? From? Where do I take az életről alkotott az ítéleteimet a helyzetekben. In situations, my ideas about life. És Ésaiás 55 elején. And at the beginning of Isaiah 55, azt mondja, it says, miért fizetnél pénzzel azért, ami nem elégít meg, ami nem kenyér? Why would you give money for those things that don't satisfy, that are not bread? és emlékszem. And I remember. Amikor fiatal voltam és. When I was young. És annyira tudod, nem tudom mi volt, de hogy vártam a következő epizódot, hogy and I don't jöjjön know a what tévében. Series was on, but I was tudod, always waiting for the akkor, next episode. És akkor mikor jött come, és megnéztem. And when it came and I watched akkor it, alig vártam a következőt. Then I could és a követ. Hardly wait for the next one. És and aztán the next megértettem, one. Hogy ez and ez sose lesz elég. That this jó, nem akkor never értettem be enough. Meg. Okay, it wasn't then that I understood it. Nem voltam ennyire bölcs, de. I wasn't that wise. De figyelj, annyi but ilyen listen, dolog van az életedben. So many things like that in your life. Következő párkapcsolat, a következő, the next, tudod, szippantás a füves cigiből, a következő, nem tudom micsoda, whatever, tudod, a következő, és nem elég, és nem elég, és enough, nem elég. It's not enough. És Isten azt mondja, and God says, figyelj, nekem van egy asztalom a számodra. Listen, I have a table for you, eat at my table. Egyél az én asztalomról. Eat at my table. És ez a döntésünk, ez a and választásunk. This is our choice. This is what we have to decide. Isten nem azt mondja nekünk. God doesn't tell us. Koplaj, bírd ki. Just be hungry and starve and in your soul tudod, and try to survive. Csak bírd ki, amíg a mennybe jössz. Szenvedj, amíg a mennybe jössz. Tudod. Suffer and try to survive until you come to heaven. Valahogyan somehow, tudod, bírd ki. Just bear. Hanem azt mondja nekünk, hogy gyere hozzám. But he says, come to me. És találj megelégedettséget nálam. And find satisfaction with me. Nem kell olvasnunk, de a 2 Korintus 4:18. We don't have to read it, but 2 Corinthians 4:18. Hogy választanom kell sokszor. Many times I have időleges, az ideiglenes és az örökkévaló, a maradandó között. Between the temporary and then the eternal. Hogy lásd meg ennek ezeknek a jogoknak az értékét, so amit see Isten the nekünk value adott. Of these rights that God had given to us. Ésaú megvetette az első szülöttségi jogát. Nem nagyon törődött vele. He didn't really care nem about it. Nem volt fontos neki. It wasn't important és to him. Zsidók 12-ben mondja, vagy 11-ben? Azt hiszem 12-ben. Hogy azt mondja Ésaúról, hogy közönséges volt. That he közönséges was volt. Common, profane. Azt mondja róla, hogy ott he volt az első szülöttségi joga, he had his birthright, és azt kérdezte, and he asked, ez meg mire jó nekem? What is this good for? Nem tudok vele becsavarni egy csavart, he couldn't drive tudod, nail nem with tudok that. Vele begyújtani a tábortüzet, nem tudom begyújtani az első szülöttségi jogommal. He couldn't set the bonfire tudod, nem tudok semmit csinálni vele. I cannot use it for anything, nekem? So what? What okay. Good is to me? Ő így gondolkodott, és ilyen emberek mindig lesznek körülöttünk. That's the way he thought, and we will always have people like that valószínűleg, around us. És ahol probably eladta az első szülöttségi jogát, sold his birthright, és evett, he ate, és aztán azt mondja, hogy ment, and és then it says he just went on his way. Szerintem jól aludt. I think he had a szerintem good night nem zavarta. I don't think akkor it bothered him at that time. Aztán később látta, hogy mennyit veszített rajta, later de akkor már később he was able to see how much he lost, but then it was too late. De figyelj, te meg én. But listen, you and me. És ez nekünk mindannyiunknak szól. And that's for every single one legyél of us. Olyan, mint Jákob, legyél like, olyan, mint Ésaú. Whether you're like Jacob mindegy, or like Esau, it doesn't matter what you're. De
nature is like. De ez annyira fontos nekünk. But this is so important hogy, for us. Hogy Isten hívott minket valamire. That God has called hogy us to something. Hogy legyünk az ő fethetetlen gyermekei ebben a világban. That we would be his blameless children in this akik world. Akik ragyognak, mint a csillagok. Who shine like light. És ez az, amiről beszélünk. And this is what we are talking hogy about. Hogy az én első szülöttségi jogom. That my birthright. Hogy azt mondom rá, hogy nem. I say no to nem, it. Nem adom el. I mean, I don't sell it. Nem adom el a tudod a hülye pillanataimban. I don't nem sell adom it el in my amikor crazy dühös moments. Vagyok. Nem adom el amikor ciki felvállalni, hogy én Krisztushoz tartozom. Nem adom el amikor az egész világ azt mondja, hogy ez magánügy, nem szabad róla beszélni. That's private thing. Nem adom el, hanem azt mondom, hogy igen, én keresztény vagyok. Amikor az életem múlik rajta. When my life depends on that. Meg akkor is, amikor valami nagyon kicsi dolog múlik rajta. It's only a small thing that de ez annyira nagyszerű, and it's so mert amazing, nem is látjuk, because we cannot even see, de aztán megtörténik az életünkben, but then it happens in our lives, hogy van egy fényünk, that we have a light, képviselünk valamit, we represent something Krisztustól, from Christ, és tudod, a lelkünk nem fárad meg, and our soul doesn't become weary. Yeah. Amen. Amen. Ennyi, Atyánk, Heavenly Father, ez annyira annyira értékes a számunkra, this is so valuable for us, hogy adtad nekünk that you gave us ezt a lehetőséget, this opportunity, hogy a te asztalodról legyünk, that we could eat from your table, te jelenlétedben that we could be megelégedjünk, your presence, and we would be satisfied. Köszönjük, Istenünk, thank hogy you, találhatunk God, valami frisset nálad, that we can find something fresh with you. Szolgálj a szívünk felé ebben. Please minister to our hearts in this. Adj nekünk alázatot. Give us humility. Segíts elfogadnunk tőled. Help us to receive mindent, from amit you tartogatsz nekünk. Everything that you have for us. Köszönjük, Istenünk. Thank you, God. Hogy adtad nekünk ezeket az elképesztő privilégiumokat, ezeket a jogokat, kiváltságokat. You gave us these amazing privileges and rights. Köszönjük, Istenünk. Thank you, God. Jöhetünk hozzád. That we can come hogy menetelünk van. That we have an access hozzád, to you. Hozzád férhetünk bármikor. We can come to you anytime. Hogy adtál nekünk egy új azonosságot. And you gave us ez a mi első szülöttségi jogunk. This is our birthright. Köszönjük, Istenünk. Thank you, God. Hogy adtál nekünk egy örökkévaló jövőt. That you gave us an eternal future. Ez a mi első szülöttségi jogunk. This is our birthright. És nem akarjuk feladni. And we don't want to give it up. Valami ostoba hitetlenség véget. For some stupid unbelief. Istenünk, köszönjük neked, oh God, thank hogy adtál nekünk igen drága ígéreteket, you gave us very precious promises, és Istenünk, taníts minket hitben járni, and our God, please teach us to walk by faith, élni, gondolkodni, to live by faith, hittel átlátni dolgokat, to see things, discern things through faith. Köszönjük, Istenünk, thank you, God, hogy adtad ezt nekünk. That you gave this to us. Ha úgy vagy itt ma, and if you are here today, még soha nem hívtad Jézust az életedbe, and you've never invited Jesus akkor szólítsd őt life, meg, most. Please just call on him mondd even now, neki a szívedben, tell him in your heart, bent, deep inside. Jézus, oh Jesus, ma today, hozzád fordulok. I turn to you. Istenem, oh my God, ments meg engem. Please save me. Adj nekem új életet. And give me a new life. Új reményt, új new hitet. Hope, new faith. Mutasd meg magad nekem. Show yourself to me. Vágyom megismerni téged. I desire to know you. Ments meg engem. Please save me. Tisztíts meg engem. And cleanse me. Hiszek benned. I believe in you. Bízom benned. I trust you. Adj nekem egy új életet. Please give me a new life. A életedben először most így megszólítottad Jézust. And if this is the first time in your life that ha ma őt you hívod, have called on Jesus, if you're asking him, akkor kérlek, amint a gyülekezet még imádkozik, then please, as the church is still tedd fel a kezed, ha tudjam, slip up your hand and let me know. Van-e valaki, aki ma hozza is there anyone meg ezt a who döntést? Made that decision today? A neten nézed, küldj egy e-mailt. And if you're watching online, please send us an email. Valaki ma. Is there anyone here today? Rendben. All right. Áldunk téged, Istenünk. Our God, we bless you. Dicsérünk téged. We praise ezért you a napért. For this day. Ezért az estéért. For tonight. Köszönjük ezt a közösségünket. Thank you for this fellowship. Örvendezünk benned, Istenünk. We rejoice in you, God. Téged. We bless you. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. Amen.